Bob Iger azonnali hatája lemondott. Dick Wolf megütötte a főnyereményt, az NBC még három évadra rendelte be a kreator összes sorozatát. A tizedik évaddal most áprilisban véget ér a Hawaii Five-O. És most! Hölgyeim és Uraim! Kezdődik Magyarország első és egyetlen sorozat terápiája Joyval. Csöpcsöpcsöpforkoskáskáj! Genial! Brand New Voice! nem marad szárazon. Sziasztok! Üdv újra, ez itt a Jane a Brand New Voice Magyarország első és egyetlen sorozat terápiája. a szólóban. És ismételtem majdnem egy teljes hétkészséssel. Kacsintás! Üdvözlök mindenkit, ez itt a Jenny Brand New Voice Magyarország első és egyetlen terápiája, ahol senkit sem szeretnénk kikurálni, sokkal inkább megfertőzni minél több földi jósággal, és tény is valahogy lukma nincs velünk, de ettől függetlenül ez a mai adás is tele lesz mindenféle izgalmas dologgal. Tulajdonképpen az egyetlen előnye annak, hogy nincs itt, az az, hogy nem beszélünk az outmatch ami Yeah. Mert így végre lehetőségem lesz beszélni arról, hogy milyen király is a Blast Dismessz. Légbellel és Dex shepard az ABC-n. Már ha valaki kedveli az ilyen jellegű dolgokat, én egyelőre leragadok ott, hogy Dex Shepard megcsinálta a wrenchet. Ugye Aston Kutcher sorozatában, ahol szintén farmer volt, és utána elkiállt a Blast Mass-nek, ez ugye tavaly tavasszal indult, és szintén egy farmert játszik benne, és egyikben sem egy tőzsgyökeres farmert, hanem mindig egy olyan fickót, aki belekeveredik ebbe a szituációba, és szerintem ez baromira mulatságos azok a aspektusai, meg az a, az a fajta humor. Egyébként a két sorozat ég és föld, erre majd mindenféleképpen szeretnék egy kicsit pár szót elejteni, a másik dolog, amiről majd mindenféleképpen szeretnék beszélni, az teljesen egyértelmű az, hogy mennyire durván oda vagyok és imádom Vanessa Bayert egyszerűen fantörpikus ez a hölgyemény, akit ugye az SNL adott a világnak. Bizonyos értelembe véve, most pedig a saját sorozatára készül, amúgy meg egyébként az elmúlt néhány hétben a Brooklyn nine, nine című általam nagyra tartott, nagyra becsült, közkedvelt, nevezzük komédia kincsben szerepelt, és bár, megmondom szintén nekem azért elég sok problémám volt a figurájával, részben azért, mert én őt egy baromira jó komédiásnak tartom, másrészt pedig azért, ahogy bántak a figurájával, hiszen az öt részből a háromban volt benne, az elsőben nagyon jó volt, utána a másodikban nem volt benne, akkor az volt a bajom, a harmadikban, vagy a negyedikben, nem is tudom mikor volt, talán lehet, hogy a harmadikban volt, ott meg, na, múlt héten, múlt héten volt a, a legnagyobb showmanes epizódban, ott, ott megint egy frenetikusat alakított, és, és most, most meg itt vagyunk, hogy, hogy, itt van ez az epizód, és hát én igazából megint csak azt tudom elmondani, hogy van ez Bayer egy eszméletlen tehetséges komédiásnő, és a mai adásban mindenféleképpen lesz még róla szó, mert neki készülőben van egy projektje, ahol egyébként egy másik SNL szereplő lesz a partner hölgye ebben az izgalmas komédiában, és hát szerintem ennél jobban nem lehetnék izgatottabb miatt. Egyrészt, mert én nagyon-nagyon szeretem őt már az SNL-ben is, másrészt pedig azért is, mert tulajdonképpen ő valamilyen szinten az utolsó nagyon-nagyon kiemelkedően jó SNL szereplő volt az utóbbi, hát mondjuk nyugodtan tíz évben. Ő, hogyha jól nem hiszem, igen, ő, ő, azért jóval később, mint Andy Samberg távozott a produkcióból, mint a pár évvel ezelőtt, viszont ők pár évig ugye azt hiszem Andyvel együtt is szerepeltek a műsorban. Tulajdonképpen azt érdemes tudni még az eszen erről, hogy Pete, David, P. Davis az utóbbi néhány hétben pedig egyre inkább azt kezdi hangoztatni, hogy Fölgyelj, egy készen állok, hogy kiszálljak ebben a műsorban, nem kell ez nekem, érted? Én vagyok itt a nagymenő, engem volt a nagymenő énekesnőm, és akkor mi van? Egy dolgot tudok biztosan ebben a témában, az pedig az, hogy én már behűtöttem a pesgőt, és arra vár, hogy kibontassam, amikor végre Pete Davis kiszáll ebből a produkcióból. Mert megmondom őszintén, azért nekem egyre több unszimpatikus megnyilvánulása van, nem kimondottan a humorára gondolok most itt elsősorban, hanem, hanem úgy ámplád, mint ember, és ebből kifolyólag én nem igazán tartom őt annyira nagyon mulatságosnak sem, mint komédiás. Nyilván neki is volt egy Netflix specialje, Alive from New York Címre, címre hallgató dolog, ami hát igen, inkább ez a megosztó kategóriás, sem, mint ez a nagyon-nagyon kimondottan vicces figura, úgyhogy én valahogy úgy vagyok vele, hogy hát édes fiam, vagy az a nagyon-nagyon nagy világi komédiás, de hát ugye ő volt, ha jól veszem, az eszen talán a legfiatalabb tagja Eddie Murphy után, és hát az a helyzet, hogy, hogy pár évig eleinte még szerintem jól is zongorázott a srác, aztán jöttek a drog problémái, utána jött a grande Grandéval, ez a tavalyi hát ő eljegyzés, betorkoló viszája, viszálya? viszálya? viszonya, és hát azóta pedig, hát ez a csávó, ez folyamatosan súlyed szemel, mert pedig állítod, amíg a drogokról sikerült neki leszokni, egyébként mielőtt összejött volna a ha jól emlékszem. Szóval nekem ez egy ilyen what the fuck, ez a csávó kategória, de hát nyilván kinek mi, meg kinek mi jön be illetve ezeken kívül szó lesz a Zoé Extraordinary Playlist című MBC-s, műzikeles, táncos, énekes, zenés érzéseinket dalba folytó produkciójáról is, mert hogy a harmadik részben olyan dolgok történtek, amiről nem tudtam, hogy nekem szükségem van rá, de azt garantálom, hogy ezen a héten nem ért ennél jobb tapasztalat, mint az, amikor az a bizonyos ének, az a, bizonyos színésznő azokat a bizonyos szerzeményeket énekelte, és az, ahogy elő volt adva, na, ott aztán nekem teljesen kész, meg mindenféle dolog lett, úgyhogy akadnak itt érdekes dolgok, és akkor a pikáról ma nem lesz szó, Cserébe viszont jövő héten, valamikor a hét elején fogjuk, szerintem Luca felvenni a következő akkor mindenféleképpen eljutunk a hatodik epizódig, tehát a harmadiktól a hatodikig kell, szerintem nekem vagy negyedik? Negyediktől, bocsánat. Igen, a negyediktől a hatodikig kell nekünk majd lefednünk ezeket az epizódokat, és baromra izgatott vagyok miatta, mert óram Istenem, az a sorozát! basszus kulcs, ha még nem nézitek a Picardot, akkor mindenféleképpen kezdjétek el, mert brutális. Tehát ez a, az a, a nem, is tudom, nem is tudom, hogy lehet ezt körülírni nagyon-nagyon röviden, anélkül, hogy bármit is el még nem akarok spoilerezni, de jöjjétek, mert mindenféleképpen fogunk spoilerezni, illetve spoilerekről beszélgetni, mert az az epizódot 7-9-del, azt hiszem ez volt a magyar neve, 7-9-del az valami mennyei volt. Tehát a dinamika közte és pikert között az, hogy úgy tűnt, mintha ismernék egymást és tulajdonképpen azok a dolgok, amik, amik ott körülöttük, ott úgy, úgy lezajlottak, az, az szerintem mennyei volt, nagyon-nagyon jó volt felépítve az a jelenet, nagyon -nagyon, nagyon jó volt felépítve az egész epizód, szépen elvitték egy kicsit a klasszikusabb irányzatba, szépen eljátszottak különböző dolgokkal, gondolatokkal, nagyon-nagyon bizalomgerjesztő volt minden, ahogy felépítették, úgyhogy én a magam részéről mindenféleképpen iszonyatosan lelkes vagyok amiatt, hogy mit sikerült kihozni a mert, mert egyelőre úgy érzem öt rész után, hogy, hogy ez nagyon-nagyon nagyon nagyon ott van a csúcsok csúcsán, legalábbis ami a 2020-as évet illeti, tehát szerintem egy bitang erősen indító év. Mondom mindezt úgy egyébként, hogy februárban nekem szerintem talán nem is volt olyan új sorozatom, de igazából visszatérő sem, aki, aki, nagyon meg tudott volna ragadni, vagy azt tudnám érezni, vagy valami hasonlót, mint mondjuk, mint a pikárt Picard. kapcsolatban ezt leginkább minőségre értem, nem feltétlenül arra, hogy nekem van egy több mint tíz éves hát nevezzük múltamnak a karakterrel, hiszen, hiszen én tulajdonképpen rajta nőttem fel, meg, meg hasonló dolgok, hanem, hanem sokkal inkább itt arról van szó, hogy, hogy tényleg egy iszonyatosan jól kidolgozott világban, egy nagyon-nagyon jól feltárandó, érdekesnek ígérkező, Na, ig igaz, igazából nagyon sok mindent a, a dráma oltárán feláldoznak, ami hol előnyére válik, hol negatívunként is, is lehetne értékelni akár, de igazából, hogyha az ember szereti a drámát, akkor, akkor nem, nem tudja negatívan értékelni, és nem tud negatívan van hozzá a témához, meg kérdéskörök az úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyon-nagyon erős sorozat és elkezdtem végre valára a hulu a High Fidelity című produkcióját, ami ugye a popcsajok, stb. Zoe Kravices változata, ami hát eredetileg a jó nem szokott talán a Disney Plus-nak készült volna, de aztán rájtok, hogy ez, ez nem igazán családbarát történet, <laughs> mint ahogy egyébként egy másik sorozatokkal kapcsolatban is rájöttek erre, ezért át is költöztetik a hulu illetve am amit még rövésebb és amiről majd mindenféleképpen lesz szó a hírlesemben, az pedig az, hogy mit reagált mi Dere Hillary Duff, mert szerintem az, az ott a csúcsok csúcsa volt, és hát ezzel maximálisan egyet tudok érteni. És innentől kezdve én nagyon-nagyon féltem a Liz mcguire mert hát onnantól kezdve, hogy Bob Iger tulajdonképpen, hogy, hogy mondjam ezt, tehát onnantól kezdve, hogy Bob Iger otthagyta a disney bár kreatív oldalára szeretne a következő pár évben fókuszálni, szóval azért ne temessük még teljes mértékben szerintem. De, de mindenféleképpen egy uh, elég Kellemetlen, kényelmetlen szituáció elé nézhetünk ott még, amiből lehet, hogy ez lesz az egésznek a vége, hogy hát bocsi, beszóltál, aku, nincs sorid. Ezt pedig szeretnénk elkerülni. Értemszerűen. De mindenesetre a high fidelity, azaz a popcsajok stb. hm, poppasik, stb talán ez inkább egy korrektebb magyar címe lehetne, ennek a Nick Hornby adaptációnak. Elég érdekes, elég érdekes. Zeneileg az a, hát én tízből szerintem én egy, egy százast kimennék neki adni, mert hát zeneileg, meg azok a gondolatok, amiket, amik így benne vannak a produkcióban, azok mindenféleképpen fenomenálisak, és iszonyatosan jók, nagyon-nagyon elgondolkodhatóak. Nekem is volt benne egy-két olyan pillanat, amit csak az első öt részt láttam eddig, viszont már ebben is akadtak olyan pillanatok, amikor az ember azt mondja, hogy Oké, okay, ebben lehet valami. És persze az egész egy ilyen, hát nem tudom, hogy mennyire szakítós vagy szakítás feldolgozandó produkció, de mindenféleképpen egy olyan olyan szériával van dolgunk, ami szerintem nagyon sok szempontból egyedi. Nagyon sok szempontból valami olyat tud nyújtani, vagy tudhat nyújtani az olvasó, az olvasó nézőnek, ami egy érdekes tapasztalat. Mindenféleképpen szó lesz kicsit bővebben is erről, hogy mitől is érdekes ez a tapasztalat, én még megpróbálom lukot is rávenni ezen a hétvégén, hogy, hogy ezért próbálkozom már be ezzel a sorival, mert igazából ez egy tök jó szórakozás, tök jó kikapcsolódás, és hát igazából azért legyünk őszinték, azért egy Ilyen, ilyen zenei világ mellett szerintem nem igazán lehet elmenni szó nélkül, pláne nem én neki. Úgyhogy, úgy, mindenféleképpen uh, szerintem mind a ketten nagyon fogjuk kedvelni ezt az, az amúgy nagyjából félórás epizódokkal rendelkező tíz részes szezonú, tipikus hulu produkciót, ami, ami nekem általában tipikusan bejön. Ez a, ez a, tényleg ez a fél órás ez, ez nagyon, nagyon, erős tud lenni. Úgyhogy ezekről lesz szó többek között a mai És ez szerintem körül is írtam mindent, úgyhogy itt az ideje, hogy elmenjünk le! Hippaszt. Mégsem Steven Spielberg rendezi az Indiana Jones 5-öt. Um, igen. Ez az a pont, amikor nekem most meg kéne védelem James Mangoldat, és azt mondani, hogy ő egy baromra jó rendező. És van egy rész, ami szeretné is ezt megtenni, de van egy nagyobb részem, amelyik azt fogja mondani, hogy nem, legyünk őszinték, azért Mangold egy, egy véve egy baromra jó rendező tényleg jó filmeket csinált. Én például szerettem a két és Leopoldot is tőle, amit talán az első vagy a második filmjei között lehetett karrierje legelején, és, és, tényleg azért azóta is baromra jó filmeket készített, és nem csak az utóbbi években, illetve a legkevésbé igaz rá szerintem az, hogy, hogy csak a Ford versus Ferrari volt, ugye azt ez volt a címe. Szóval, hogy csak ezzel tudott volna letenni bármi igazából maradandót, mert ha azért az ember úgy végig gondol arra tizen... nem tudom, legalább egy tucat filmet rendezett szerintem az elmúlt 20, 20 évben? Azt, azt hiszem nagyjából úgy húsz évben. Sz szóval én nagyon szerettem egyébként a Két is Leopoldot is tőle, a Nyughatatlan, Szinténi Boromira jó film volt, azt hiszem, azt hiszem azt is ő csinálta. A Kiel Napon mondjuk Tom Cruise-el és Cameron diaz mondjuk már azért eléggé megosztó film volt viszont ő rendezte ugye a farkast, tehát a Logan. Logan? Mi volt ennek a magyar címe? Logan farkas, vagy, vagy csak simán Logan? Na mindegy, szóval ő rendezte a logent is, illetve most az aszfalt királyai filmet, és hát ez mind a kettő egy bitangerős mozi lett. Tehát nem, nem, is ez a kicsit erős projekt szerintem, hanem, hanem az a nagyon-nagyon erős. És ebből a szempontból pedig én mindenféleképpen azt tudom rá mondani, hogy egy baromira jó, baromira érett, baromira tapasztalt rendező, akinek voltak minden műfajban próbálkozásai, voltak jó filmjei, voltak filmjei, amik azért meg azért működtek, és voltak filmjei, amik azért meg azért nem működtek. És hát azért legyünk őszinték, de igen, csak, csak az a baj, hogy az Indi 4 nem sikerült egészen úgy, ahogy, és ha már egyszer Horizon Fordot vénséged visszahozzák ebbe a szerepbe, akkor szerintem Steven Spielbergnek is vissza kéne jönnie, mert mind a kettőknek van mit kiavítaniuk az Indiana Jones 4 amit én egyébként soha nem utáltam annyira, mint a, a túlnyomó többség az embereknek, mert szerintem igenis vannak értékelhető pillanatai ennek a mozinak, tény és valahogy megosztó, tény és valahogy nem a legjobb film a világon, tény és valahogy Indiana Jonesban messze, kimagaslóan a leggyengébb mozi, de ettől függetlenül összértékét tekintve szerintem igazából, igazából van mit kiavítani Spielbergéknek, és azért mangod nem egy kimondott Spielberg típusú rendező, tehát, tehát hogyha, hogyha nekem tényleg azt kéne mondanom, hogy nevez meg egy James Bond filmet, akkor nem biztos, hogy azonnal eszembe jutna bármi, és még mondjuk spielberg ott van az E.T., ott van az Indiana Jones, ott van a Cápa, és még hosszasan sorolhatnánk. Szóval azért a két rendező között szerintem van különbség, és nem csak azért, mert Spielbergen nőttünk fel, mert szerintem azért igazából mi nem csak Spielbergen nőttünk fel, sőt, való, hogy a 80-as évek nagy klasszikusait, meg a 90-es évek nagy klasszikusait mind ő rendezte, és ebből kifolyólag mindenféleképpen imádjuk Jurassic Park, ugye bár, hogy minden napig bármikor képesek vagyunk újra nézni. De, de úgy, úgy, nagy általánosságban értve szerintem azért James Mangold nem tett még le olyan filmeket, mint mondjuk a Hook én azt, én azt abszolút aláírom egyébként, hogy az volt király egy baromra jó film, én azt abszolút aláírom, hogy a, a Logan is egy iszonyatosan erős film volt, de egyik sem bizonyítja számomra azt, hogy ő lenne a legjobb, aki ki tudná hozni a maximumot egy Indiana Jones történetből. Én továbbra is azt érzem, hogy, hogy ezt még Spielbergnek kellett volna bevállalnia, és Harrison Fordak, vagy pedig teljesen átadni a stafétet és egy fiatal Indiana Jones történet, és akkor jöhet James Mangold, és akkor végre adhatna a világnak egy, egy generációváltást, mert úgy is tudjuk, hogy ez lesz, úgy is tudjuk, hogy az Indie 5 lesz az utolsó Indiana Jones film Harrison ford -a. Ezek szerintem megmásítatatlan tények. Szerintem a film annyira nagyon nem fog tudni tarolni, bármennyire is szeretném, hogy siker legyen, bármennyire is szeretném, hogy jó levegyen mindenek előtt, de szerintem, szerintem azért, azért egy 70-es évei környékén most nem, nem, nem túlasztam nagyot, járó Harrison Ford azért, azért nem biztos, hogy ugyanazt az értéket tudja képviselni, mint még egy 30 40 év körüli Harrison Ford annak idején, a 80-as években, amikor csinálták az Indiana Jones muzikat, meg, meg hát igazából azért legyünk őszinték, azért, azért, egy öreg Indiana Jones az nem biztos, hogy ugyanúgy be tudja csábítani az embereket, mint ahogy egyébként egy öreg uh, szerekonor sem tudta becsábítani az embereket a mozba, pedig ott volt Árna Schwarzenegger. Szóval igen, jó, tudom, azért ez, ez, egy nagyon durva hasonlat volt, de, de mondjuk azt, hogy hogy, hogy, hogy azért, igen, ha generációváltást akarunk csinálni, akkor, akkor csináljuk egy generációváltást, akkor jó, hozzuk vissza a Harrison Fordot, legyen Indiana Jones, legyen ez az utolsó kalandja, de mindenféleképpen akkor csináljuk már azt, hogy hozzuk vissza ezt a szegény kis ázsiai gyereket, aki, aki valamelyik Indiana Jones filmben volt, mert, mert, olvastam egyébként ilyen teóriákat is a, a rajongók részéről, hogy mindenki azt szeretné, hogyha ő venné át a stafétát, és hát basszus kulcs, én is azt szeretném, hogyha ő venné át a stafétát, úgyhogy igen. ennek én abszolút ellátom az értelmét, látom a létjogosultságát, és igenis van igényem arra, hogy, hogy ez megtörténjen, és, és, legyen egy generációváltás, legyen egy, történjen meg az, aminek meg kell történnie, de, de én ezt úgy szerettem volna, hogy ez példára adja ezt meg nekünk, nem pedig James Mangold, de hát ki vagyok én, hogy, hogy ilyeneket kérjek. Szerintem. <laughs> valahol talán ez volt a hét legbrutálisabb, legsúlyosabb híre, valahol viszont volt egy ennél sokkal durvább, méghozzá az, hogy Bob Eiger azonnali hatályjal átadta a stafétát az utódjának, Bob Csapeknek, aki eddig Leginkább, ha jól emlékszem, akkor a parkokért felelt, illetve a parkokkal kapcsolatos dolgokat igyekezett kézben tartani. Mindezt Bobágyer egyébként azzal indokolta, hogy hogy ő egyébként marad még 2021. december 31-ig a cégnél, tehát a következő azt hiszem, 22 hónapot azt, azt ő még itt fogja tölteni, viszont ő ebben az időben sokkal jobban szeretne fókuszálni a kreatív részére a dolgoknak. Na, na most én itt ilyenkor egy kicsit így, így nagyon durván így elgondolkoztam, hogy Oké, okay, ez, ezt én teljes mértékben megértem, de miért azonnali hatállyal? Tehát te, te, értem én, hogy ez egy ilyen átadásista, stafita átadás, ez a következő másfél év, és tulajdonképpen mi Bob csapéknek a munkájából kutyafülét nem fogunk látni a következő másfél évben, maximum azt, hogy ezt meg azt meg a Master projektet le fogja állítani, mert mit tudom én, ő úgy gondolkodik, hogy, hogy ebből a Disney nem tud annyi pénzt csinálni. A mozin kívül, amennyit valószínűleg ezeknek kellene, nem tudnak team parkot felhúzni rá, nem tudnak annyi játékot eladni belőle, és hogyha üzleti oldalról fogja megközelíteni a dolgokat, akkor igenis szüksége van egy Bob típusú Fazorra, aki viszont a kreatív oldaláért tud felelni, és aki a kreatív oldalából képes kihozni a lehető legtöbbet. És, és hát én nagyon félek egyébként Bob Csapektől, nem csak azért, mert nem ismerik őt, nem csak azért, mert ő tulajdonképpen az üzleti oldaláról és a, 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 a vidámparkok részéről érkezik, hanem azért is nagyon félek tőle, mert nem tudom, hogy, hogy neki tulajdonképpen mennyi kreatív tapasztalata van, például történetmesélésben, például mennyire fog beleszólni mondjuk a, akármelyik, tehát a pixelnek a világába. Tehát a Pixar nak a világába beleszól, akkor onnantól a komoly gondok lesznek. Ha a pixelt hagyja nyugodtan dolgozni, akkor a pixel továbbra is jó filmeket fog készíteni. Ugyanez szerintem talán elmondható a Marvelről is, A Star Wars egy jóval összetettebb kérdés, szerintem, szerintem azt nem lehet ennyire egyértelműen elmondani, hiszen a filmek nagyon-nagyon hullámzóak, nincs egy olyan ember, aki igazából tudná, hogy mi lenne az irány, nincs nekik egy Kevin Feige-ük ebből a szegmensből, ez pedig szerintem nagyon-nagyon megérződik a Star Wars-on, szóval nincs a George lucas <laughs> Ez így még korrektebb megfogalmazás talán. Szóval nagyon sok olyan apróbb aspektusa van ennek az egésznek, ami hát igazából nem tudom, hogy, hogy egy ilyen Bob Csepek típusú fickó mit fog tudni kezdeni vele. Én nagyon félek attól egyébként, hogy, hogy részben azért ő lett Bob Igernek az utódja, mert nem tudom egyébként, hogy ez, ez az ő döntése volt-e, vagy ráöltette az igazgató tanács, vagy, vagy hogy mi történhetett ott, meg mondom nekem, nekem nagyon gyanús ez, hogy, hogy azonnali hatája. Tehát, tehát egy kicsit úgy érződik, mintha éreznék, hogy itt van ez a koronavírus, és azért a mulánon ők tudnak egy, legalább egy ilyen vaskos 200 milliót bukni, hogyha nem tudják bemutatni Kínában. Vagy nem is azon, hogyha nem tudják bemutatni, hanem hogyha az a mozi nem teljesít úgy Kínában például a kokáért, mint ahogy ők ezt elvárnák tőle. Onnantól kezdve pedig azért egy 200 milliós buktet bevállalni, azért az egy kicsit necces. Szóval, szóval, igen, tehát hogyha, hogyha azt mondják nekem, hogy a hónap végét átadja a stafétát, Bob Csapeknek, akkor én azt mondom, hogy oké, okay, az ez így relatíve korrekt. De, de amúgy meg ez ugyanaz a szituáció bizonyos értelembe véve, tehát azért szögezzük le, hogy Bob nem rúgták ki, ő maga mondott le. legalábbis ez a hivatalos álláspont. Tehát ez nem annyira brutális, mint amikor Dan Didiot múlt pénteken kirúgta a DC, és tulajdonképpen ezzel tönkrevágták az egész Comic prosnak, Comics Pro műsorukat, illetve tönkrevágták most az egész Chicago-i C2E2 C2 programjait mert, mert hogy nincs mit a publisher panel, ami egy, egyébként egy baromira fontos dolog a közönség és a, hát a kiadó között tulajdonképpen, ami, amit én egyébként baromira tisztelek és imádok, mint a rendezvény. Az igazi problémám nekem továbbra is az, hogy, hogy ez ilyen nagyon hirtelen történt, és tulajdonképpen egy nagy semmiből Jött elő. Én egyébként megértem azt, hogy Bobágya inkább a kreatív oldalára szeretne fókuszálni a dolgoknak. Gyanítom, ez az a, az aspektusa talán csapeknek, amit, amit be kell törnie, és hát azért Ágyőrnek meg törnie kell az utat, mert azért egy rohadt nagy kockázatot vállalt azáltal, hogy felvásárolta Foxot, és hogy abból ugye több produkció is van, amiből szeretnének rimékelni, ribúton, vagy akár, mint mondjuk. Vannak most olyan plegykák, hogy a Majmok bolygója filmeket folytatnák, tehát a trilógiát bővítenék ki, nem remékelnék, ri, nem rebootolnák, hanem hanem megpróbálnák folytatni innen a harmadik résztől kezdve, és valahogy eljutni majd egyszer talán a, a Charles filmekig, úgyhogy vannak itt tervek, vannak itt pletykák, vannak itt érdekességek, és hát baromira nehéz kitalálni azt, hogy tulajdonképpen mi lehet majd kikerekedve ebből az egész foxos kínálatból, de, de gyanítom, hogy, hogy Csepek nem annyira ért ehhez az aspektusához a dolgoknak, függetlenül attól egyébként, hogy Bob a jobb keze volt, de nem véletlenül azon a szegmensen dolgozott, ahol szerintem. Aztán, aztán lehet, hogy én tévedek. <laughs> nem tudom, majd az idő eldönti. Egyelőre én azt mondom, hogy szerintem 2023 előtt nem nagyon fogunk látni csepekből semmit, talán még 2024 előtt sem biztos, hogy nagyon-nagyon látni fognánk, bármit is 2024-nek második fele az viszont biztos, hogy 100%-ban csepek lesz. És igazából, hogyha itt belegondol az ember, tényleg, most a tényeket nézzük, mondjuk egy elindult a streaming szolgáltatás. Az Apple elindította november elsőjén, a Disney Plus elindította november 12-én. Az Apple most március elején készül, azt hiszem, az, az Amazing Stories-zal bemutatni a tizedik saját gyártású sorozatát. Ezzel szemben a Disney Plus-nál, nos, hát jó, oké, tehát vannak fikcionális produkciók, de nincs skriptelt produkcióból egy sem a Mandalorian-en kívül, ha jól számoltam, egyelőre, jelenleg. Teh tehát azért ugyanannyi idő alatt, illetve két héttel több ideje volt ugye az Apple-nek, de az a két hét alatt ők összehoztak durván 8 több sorozatot, mint a Disney+. Plus. Tehát én nem igazán tudom, hogy a Disney+, Plus mit akar, és hogyha a Bob a kreativitás az azt jelenti, hogy ő szeretne most egy kicsit ezzel foglalkozni, és egy kicsit jobban feltuningolni ezt a streaming szolgáltatást, jobban kialakítani a profiát, akkor áldásom rá. De, de hogyha nem erről van itt szó, hanem, hanem egyéb dolgokról, akkor viszont mindenféleképpen megkérdőjelezem azt, hogy most akkor erre tényleg tök őszintén és tök komolyan mi szükség van. Egyébként, hogyha már úgyis ilyen Disney Plus-ról van szó, akkor mindenféleképpen említsük meg, hogy a Köszi Simon az átközt, átköltözik a hulura, mert hogy állítólag túl felnőtt tartalom, tehát nem családbarát lenne ez a széria. És uh, Hilary ezzel kapcsolatban ugye azt posztolta ki, hogy de érdekes, a mi produkciónkat is pontosan ezért állították le. Ő ugye egyébként nagyon jó kapcsolatban volt az eredeti um, készítővel, aki az új sorozatot is készítette volna, és ők szerettek volna egy 30 as éveiben járó, talán bizonyos a problémásabb, nehezebb sorsú, vagy nehezebb kívások elé előtt álló Lizzie McGuire-t -e mutatni, és tényleg felnőtt problémák nagy, felnőtt generációnak szerettek volna történet mesélni, és valószínűleg itt az állhat az egésznek a hátterében, hogy disney rájöttek arra, vagy a Disney Plus vezetői rájöttek arra, hogy igazából ez tök jó, csak az a baj, hogy ez nem családbarát. És a kezdve, hogy sérti a brandet, onnantól kezdve mi ezt nem biztos, hogy be tudnánk vállalni, mint Disney Plus. Viszont nem ajánltak fel nekik azt, hogy jó, akkor legyen, legyen egy hullus ebből az egészből, hanem, hanem helyette inkább átkovácsolják az egészet, és lesz belőle egy családbarát Lizzie McGuire, ami, legyünk köszinték, amire szerintem igazából senki nem kíváncsi, mert azért 14 éves és mondjuk egy 30 éves 30 évei elején járó emberke azért egészen más. És szerintem ezt a másságot ezt mindenféleképpen meg kellett volna mutatniuk, be kellett volna vállalni a Disney Plusnak, és igen, lehet azt mondani, hogy, hogy jó, oké, ez, ez nem nem családbarát, ez nem gyerekeknek való, kimondottan tartalom, de most nem kell emiatt egy pucér Hillary fot mutogatni, nem kell állandóan szexkaliberű szituációkba betenni, és onnantól kezdve azok a problémák, amikkel szembe kerül az ember, azok szerintem mind olyan dolgok tudnak lenni, amivel amit egy jobb, egy gyerek, vagy egy fiatalabb, vagy egy család akár együtt átél, és együtt meg tud beszélni, mint az, hogy, hát e, figyelj, inkább gyerekek ezt ne nézzék, mert, mert az se vezet sehova. Szóval igazából szerintem lehetett volna ott találni egy arany középutat, ami, ami nem feltétlenül jár azzal, hogy le kell állítani a Lizzie mcguire a produkcióját, új során őt kell nézni, bla bla bla. Na jó, ebbe inkább most tényleg nem menjünk bele, mert ezen csak felhúzom magam. Viszont majdnem ennyire felhúzó hír az is, hogy Amerika Ferrara ott hagyja a szuperszort idén az ötödik évad befejeztével, ami azért egy durván nagy sokkoló hír volt, már csak azért is szerintem, mert hogy Amerika Ferrara ennek a sorozatnak a szíve lelke. Tulajdonképpen az ő kapcsolata, hú, mindig elfelejtem a ben, 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 valami, na mindegy, szóval vele az szerintem a szíve lelke ennek az egész szériának, és az, hogy Amerika Ferrara otthagyja az ötödik évad végén úgy, hogy a hatodik évadot már berendelték, hát ez nekem egy olyan, hogy basszus kulcs, tehát komolyan, meg utána nyilatkozik egy olyat, hogy nagyon szereti, meg nagyon fog hiányozni neki, de ő készen áll a következő fejezetére az életének. Én ebből megint azt vonom le, hogy oké, okay, akkor Amerika is egy kicsit, önző, ami teljesen rendben van bizonyos szintig, mert lehet, hogy vannak olyan ajánlatai, lehet, hogy most vannak olyan lehetőségei, amiket egyébként a superstore köszönhetően tud megvalósítani, illetve vannak, hogy egyre több latin származású színésznők kerül egyre jobb pozíciókba, hála az égnek Hollywoodban, és lehet, hogy ki akarja használni ezt a, ezt a jó időt, és megfogni ezt, megragadni ezt a jó szelet, és valami izgalmas dolgot csinálni. Én most nem szeretném egyébként szapulni őt, hogy ott hagyja a Superstore-t, és akkor nélkül nem nézem, vagy nélkül nem lesz jó produkció, mert nyilván az ilyen dolgokat nem igazán lehet tudni, hiszen mindenkit lehet pótolni, minden, mindenkire rá lehet húzni valamit, illetve szerintem azzal kapcsolatban meg semmit nem mondott igazából, hogy visszatérőként visszatérhet-e, vendégeskedne-e a jövőben semmi ilyesmi. Tehát nekem, nekem ez inkább itt, ami egy kicsit aggasztóbb, hogy, hogy akkor ez nála egy ilyen totális vállás, és akkor hagyjatok engem békén kategória. Hát nem tudom, mi fog ebből kikerekedni. Majd meglátjuk. A CBS Sports rekordösszegért írt alá Tony Romóval egy hosszú távú vadonatúj szerződést, a pontos összegről egyébként egyelőre csak plegykákat lehet hallani, de azt megsúghatom, hogy nagyjából olyan 17 millió dollárról beszélnünk évenként. Romó egyébként az elmúlt három évben töltötte be az elemző pozícióját az NFL mérkőzéseken, Jim Nets partnereként a CBS Sportsnál. És egyébként baromra jó munkát végzett. Úgyhogy gratulálunk neki, ez a hihetetlen és valószínűleg soha ekkora magasságokat meg nem ütő szerződés nyelbeütéséhez. Lehet ezt így megfogalmazni? Szerintem lehet, igen. <laughs> Na, a Sci-Fi két vadonatú sorozatot is berendelt, az egyikük méghozzá George A. Romero 1985-ös klasszikusának modernizálása lesz, ez értelemszerűen A Day of the Dead. A másik produkció pedig a Surrealtor címre fog majd keresztelve műsorra kerülni 2021-ben. Mindkettő egyébként alacsony költségvetéssel fog majd készülni, és nagyjából 10 epizódot fog számelni az első évada. A Day of the Dead, hogyha valaki nem ismeri a történetét, akkor hat idegenről szól, akik megpróbálják együtt túlélni a járvány elterjedésének első 24 óráját basszus kocs, milyen jó az időzítése ennek. <laughs> Na mindegy, ezért érkezik egyébként Jen Elinovtól illetve Scott thomas -tól. A Surrealtor egy kicsit érdekesebb és egyben unalmasabb történet is, amiben egyelőre nem szeretnék belemenni, mert nem akarok senkit sem halára mutatni. A gyilkos elmék során előre, Erika Messer és a Crazy Rich Asians rendezője, John M. Chu közösen fejlesztenek egy orvosi drámát az ABC-nek. A Triangle címre keresztelt projekt a 20th Century Fox-tól fog majd érkezni, és karaktercentrikus lesz egy olyan karakterrel a középpontban, aki már három évtizede dolgozik, ugyanabban a kórházban. Hát remélem azért ennél izgalmasabb lesz ez az a produkció. <laughs> egy, egyébként, igen, mert olyan dolgot is lehet hallani ezzel kapcsolatban, hogy a... a miről is fog szólni ez a karrierükről, a személyiségeikről, a magánéletükről, szóval sok mindenről. Egy kicsit ilyen grace klinikás benyomás, csak lehet, hogy kicsit ez fog dominálni, és nem feltétlenül annyira a drámai aspektusát fogják majd megközelíteni ennek a produkciónak, de hát, majd meglátjuk, hogy mi fog kikerekedni belőle. Ava DuVernay és Victoria Mahoney összeállnak az Amazonnak, hogy elkészítsék Octavia E. Butler 1987-es regényének a onnak az adaptációját, ez egy skifi történet lesz, és tulajdonképpen egyelőre még csak fejlesztés alatt el ez a produkció, viszont hogyha a forgatókönyv elnyeri az Amazon fejesének a tetszését, akkor azonnal sorozatra fogják berendelni, nem lesz pilotkör, nem lesz casting előre, nem lesz semmi, hanem ha jó a szkript, akkor ebből bizony sózat lesz, tetszik-e éter, yeah, já, yeah. já. Igen, egy, egyébként Victoria Mahoney egy baromira érdekes szereplő, hiszen ő volt az első olyan afroamerikai, ha jól emlékszem, aki, aki Star Wars filmet rendezhetett. Úgyhogy vagy, vagy legalábbis valami nagyon fontos szerepet tudott betölteni egy Star Wars produkcióban. Úgyhogy nagyon-nagyon gratulálunk neki hozzá egyébként, illetve ő fogja írni majd a szkriptjét is és rendezni a potenciális Pilotot, ha minden igaz. Úgyhogy gratulálunk neki is. Volt néhány nagyon brutális perendelés ezen a héten is, ilyen például Dick Wolf giga üzlete, ami állítólag mindenestül egy milliárd dollárt ér. Mindez egyébként azt jelenti, hogy öt évre aláírt a Universalhoz, mely értelmében új produkciókat is fog fejleszteni, sőt, igazából ez egy hatalmas előnye vagy kitétele volt ennek az egész szerződésnek, amiről egyébként már tavaly évvége óta tárgyaltak, tehát ez egy kb. három hónapos tárgyalási folyamat volt, illetve az egy milliárdban, benne beletartozik az is, hogy az NBC új streaming szolgáltatója a nál fog majd landolni a teljes, kvázi a teljes Dick Wolf életmű, azaz minden esküttelenséges sorozat, minden Chicago franchise, meg még egyéb dolgok is, amiket, amiket ők készített, az FBI, illetve az FBI Most Wanted, azok szerintem nem, mert azok a CBS-en mennek, meg, meg, nem tudom. Illetve ennek a, az egésznek a keretében az NBC úgy döntött, hogy tökös lesz, és jó fej ennek értelmében pedig berendelt még három évadot minden idők leghosszabb tévésorozatából, az esküttelenségek különleges ügyosztályból, illetve mind a három Fre Chicago franchise sorozatból három évadot. Három évadot. Nem tudom, mit szívtak egyébként, vagy mit szívnak mostanában az NBC-nél, mert pár évvel ezelőtt ugye berendelték a, a Rolling stone három évadra, most néhány héttel ezelőtt berendelték a New Amsterdam-t három évadra, most a különleges ügyosztályt, ami eljut a 24. évadáig, ami kik a rekord, már Szerintem idén is, vagy a következő évadban mindenféleképpen rekordár lesz, de megnyugtat, hogy elmegyünk a 24. évadig vele. Aztán ott van ugye a Chicago PD, ami a 10. évadába fog belépni, a Fire eljut a 11. évadáig, a Met pedig eljut a 8. évadáig. Úgyhogy, úgy ez egy ilyen brutális giga üzletnek ígérkezik, edve annak tűnik, ami abban a szempontból talán nem feltétlenül meglepő, hogyha az ember arra gondol, hogy Ryan Murphy 300 milliót kapott a Netflix-től, Greg Berlanti pedig 400 milliót a Warner-től, és hogy tulajdonképpen még vannak ilyen 500 millió dollár körüli bizniszek is jelenleg a, a világban. Úgyhogy, úgyhogy, ez egy hatalmas, brutális nagy összeg, amit ami Dick Wolfék megkaptak, de így a pikáknak pedig egy olyan brutálisan erős tartalma lesz, ami, ami szerintem, hát ja, ja a procedúra körében mindenféleképpen egyed el fogja majd őket tudni tenni. Ami tök jó. Kaszát kapott uh, talán tegnap, talán, igen, talán pont tegnap a CBS egyik a legrégi procedúrája a legendás Hawaii Five O oh remake -je. Áprilisban egy dupla epizóddal fog majd véget érni meg a története, ami számomra egy óriási nagy sok volt, mert én abszolút abban a hitben éltem, illetve úgy voltam vele, hogy ez egy olyan sorozat, ami soha nem fog véget érni, mint mondjuk az NCIS, vagy annak idején a helyszínen. Jó, oké, persze tudom, a ők is véget ért, de ha meg azt nézzük, hogy a Blue még mindig műsoron van, és meg mindig nem értem, hogy miért, akkor igazából azért meglepő, hogy pont a Hawaii five -o. és nem mondjuk egy meg t kasszáltak el, vagy mit tudom én. Szóval, szóval, nekem ez így érdekes, hogy pont a Hawaii five -o. Kellett kidobni az asztalon, vagy az ablakon, vagy mit tudom én hol. De hát, igen. Tehát 10 év az 10 az év. Tehát ez, ez kár, kár különösebben ragozni. Ez több mint 200 epizódot jelent, így is, úgy is. Az pedig akár onnan közelítjük meg, baromira sok epizód. És beindult ugye a Pilot Kör, tehát elindult a Pilot Körforgás. Ez pedig nem is jelenthetne más, mint hogy kellnek el sorra a legmenőbb hollywoodi színészek és színésznőci. Például a kokája itt van nekem rögtön három kedvenc színésznőm, aki most a héten kelt el, ideértve Sofia Bust is, aki a Good Sam című szériához írt alá, ami egy orvosi sorozat lesz a CBS számára, és Sofia lesz majd ennek a címszereplője, méghozzá <laughs> Egy szívsebész hölgy szerepében, vagy őt kelti majd életre. A konfliktus pedig egyébként azt fogja biztosítani ebben a produkcióban, hogy a főnökösködő apja ugyanabban a kórházban dolgozik, de ám, miután az apja Griff komába esik, szemnek megadatik élete lehetősége, hogy felnőjön a feladathoz és átvegye bizonyos értelemben véve az osztálynak a vezetését, Amit a Grimm, Grimm felébred, ismét praktik, praktizálni szeretne, de ehhez, hogy is mondja, meg kell küzdeni a saját lányával a hatalomért. <laughs> én, én egyébként baromira jókat nem étekezem, mert egyrészt Sofia Bust elképzelni, mint szívsebész, az, az körülbelül ugyanaz, mint, mint, mint ami volt a Heart of Dixie 2011 környékén, hogy, hogy Rachel bizon elképzelni orvosként. Tehát nekem ez, ez egy az ugyanaz a kategória. Sophia Bustén egyébként baromi sok mindenkit el tudom képzelni. Az orvos ez egyébként baromira nincsen köztük, de, de ez legyen a legnagyobb problémám így ennyi alapján szerintem ez, ez nem hangzik egy kimondottan izgalmas produkciónak, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy van valami ebben a good szemben, ami, ami meg tudta győzni Sofiát erről. De, de ha azt nézzük, hogy Katie Welsh írja majd a pilotot, aki egyébként a szeplőtelen Jane is dolgozott, talán, talán a könnyedség, talán a női feminin oldala lehetett az, ami meg tudta a Sofiát győzni. Aki egyébként tavaly a Surveillance pilotjával próbálkozott betörni a CBS-hez, és hát jó, abban most így nem az, hogy sikerült. Lényeg a lényeg, hogy idén a Good szemmel próbálkozik, és ez lesz az, amiről letett a voksát. Én pedig kíváncsi várom, hogy mi lesz majd az eredménye. Kerny Ismét egy jó barátok alkotóval áll össze. Jeff Astrov dolgozott még talán a jó barátok legelején, most pedig a Starsnak készíti a legújabb produkcióját. A Shining Veil. Vale. Ismét összehozza Kaxot a horror mifajával, ugyanis ez egy horror komédia lesz, Jeff Astroftól, akinek egyébként pár évvel ezelőtt a Trial and Error című NBC szerintem baromra jó, baromra szórakozató, rövid életű, de közben mégis nagyon erős komédiáját tudjuk köszönni, és a másik alkotója pedig a katasztróf kreátora Sharon Horgan lesz. Szóval nagyon jó neves írógárdába kerül, Kárnikax, és ebből a szempontból én baromra kíváncsi leszek, hogy mit fognak majd tudni kihozni, mert a komédiával és a komolysággal szerintem egyiküknek sincsen kimondottan nagy hátránya. Az, hogy mennyire tudnak majd jó horror dolgot összehozni, az már teljesen más kérdés. Innentől kezdve. És itt jön az én kedvenc hírem, az egyik, a, pontosabban a harmadik kedvenc hírem, Molly Shannon csatlakozott Vanessa Bayer Showtime komédiájához, és iszonyatosan izgatott vagyok ez a dolog miatt mindet mert ah szóval igen, tehát Molly Shannon egyébként 1995 és 2001 között volt az snl a tagja, míg Vanessa Bayer 2010 és 2017 között volt látható a sketch komédiában, és ők ketten egyébként érdekes módon de még soha nem dolgoztak együtt. Ezért is szerintem egy iszonyatosan nagy dolog, hiszen mind a ketten szerintem ez talán túlzás bizonyos értelme, hogy generációk legjobb komédiásai, de valahol igen. De, de valahol, valahol tényleg igen. Mert ugye én Molly shannon és Rachel dratch egyébként baromira egy szintnek tartom, és szerintem ők voltak ugye a 90-es évek legjobb hazadéka. A 2000-es évek elejének ott, ott egyértelműen egyértelmű, hogy Tina Fey és Amy Poehler voltak, majd pedig ő utánuk érkezett, talán nem is tudom, talán női oldalon egyértelműen van ez a Bayer és, és szerintem ott, ott talán egy kicsit így, így, kicsit, mint hogy egy kicsit el, elmaradoztunk volna, vagy nem sikerülne azokat a, ezt, ez van a Vanessa Bayer által megteremtett szintet megütni. Talán, talán, ha valakit meg kéne nevezem, akkor ő, talán Melissa Vincenia Vincenia lenne? Azok, akire én még azt menném mondani, talán jelenleg, hogy, hogy mulatságos, de még ő sem. Ez a Vanessa Bayer, vagy Molly kategória. Szóval igen. Mindenesetre nagyon örülök neki, hiszen így a Premium kábel csatornán lehet majd látható egy izgalmas produkcióban látható ez a két bájos teremtés, és hát ez boromira sok jó dolgot jelent, hát legalábbis nagyon-nagyon bízom benne. Egyébként Shannon-nak nagyon sok a ajánlata érkezett, és valamérő ő ezt választotta az idei pilot szezonban, úgyhogy innen a kezdve én meg aztán végképp azt kívánom, hogy rohadt siker legyen ez a sorozat, és jó sokáig lássuk ezt a két színésznőt együtt, mert mind a ketten baromira megérdemlik egyébként. Sean me, William Scott pedig visszatér a Foxhoz, méghozzá a This Country című dokumentári sorozatban, ami egyébként a Baffa gyertes BBC sorozaton fog majd alapulni, és a rendezője ennek a produkciónak nem más, mint Paul Fike. Az, hogy ez jó vagy rossz, azt szerintem mindenki döntse el magának. A This Country egy ö, olyan produkciónak ígérkezik, amivel én nem igazán tudom azt, hogy, hogy ez mennyire lehet jó. Onnantól kezdve, hogy Sean William Scott lesz ennek a produkciónak a főszereplője, az én érdeklődésem az körülbelül hogy az egekbe szállt. De még nem annyira erős, még valamiért mindig nem annyira erős, mint az, hogy Oliver Hudson és Malin Ackerman együtt fognak szerepelni egy CBS-es komédiában, méghozzá a The Three of Us című szériában, és, 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 ami nekem engem igazából sokkolt, az az, hogy ők egyébként nem házastársak lesznek, hanem testvérek ebben a produkcióban, és a CBS Television Studios fogja majd gyártani a szériát Frank pines aki hát mondjuk a Baby Dead-in dolgozott, amit én nem kimondottan tartanék, vagy neveznék egy kimondottan erős produkciónak, de hát ugye kinek mi. Egy nagyon, igazából onnan tekező, hogy 3 2 egy ennyire durván erős név, kíváncsi vagyok, hogy kit fognak tudni megszerezni a harmadiknak, mert a harmadiknak is fel kell tudnia venni a, nem tudom, mindent tulajdonképpen ezzel a két remek névvel, mert a kémia az, az valami brutális lehet. Josh Brolin az Amazon Outer Range című drámájának lesz a főszereplője, mely Brad Pitt Plan B égisze alatt fog majd készülni. Az Outrange egy Royal Abbott nevezetű fickóra fog majd szólni, aki egy Wyomingi farmer. Tulajdonképpen is szeretné megvédeni a farmját, ugyanis egyre több különös eset történik a környéken. Ami hát mondjuk azt, hogy hogy nem kimondottan a legbiztatóbb jel ebben az egészben. Amit amit én érdekesnek tartok ezzel kapcsolatban, az az, hogy ez lesz Josh Brolinnak nak a legkomolyabb, vagy legfontosabb tévés munkája, amióta az ABC-s The Young Riders című western sorozatban szerepelt 1982. 92 között. Tehát az is még egy relatíve, szerintem a rövidnek nevezhető három évados produkció volt az ABC részéről annak idején, illetve Brad Watkins, aki ennek a sorozatnak a kreatora, és Zev Borrow lesznek majd ennek a produkciónak az alkotói, és mindkettőjük számára ez lesz az első sorozatuk, úgyhogy hát James Brolin beválogatott. <laughs> Talán ezt így lehet mondani. Jason Lee lesz a következő áldozatunk, méghozzá azért, mert az utolsó pillanatban aláírt egy ABC-s komédia pilotra, amely a Fresh of the Boat kreátorától fog majd érkezni, és Nikki Schwartz Wright, a Speechless egyik író nője fogja majd jegyezni a Volley Trash című komédia Dolgot. nem is tudom, egy kamerás komédiáról van szó ismételten, és ez egy iszonyatosan jónak ígérkező, iszonyatosan Jason Lee produkció, és én nagyon-nagyon örülök neki, mert megmondom őszintén, én Jason Lee-t igazából szerintem az elmúlt évtizedben nem is láttam tévében. Tudod, tulajdonképpen szerintem az azóta nem láttam. A Nevermore-ben volt ő kimagasló, utána csinált egy másik nagyon rövid életű sorozatot, és azóta szerintem is semmiben nem találkoztam vele. Úgyhogy, úgy már épít az ideje, hogy végre egy talán neki való komédiámra, az, hogy ABC is, az, hogy a Fresh of the Boat kreatorától fog majd érkezni, szerintem szóval mindenféleképpen egy pozitív jelnek tekinthető dolog. Ryan Philip a The Big Sky címre keresztelt vadonatúj David E. Kelly produkciónak lesz a főszereplője, meglepő mód szintén az ABC számára fog majd ez elkészülni, a rendezője a pilotnak pedig Paul McGigan. Vagy <laughs> <Maguigan>. meg <laughs> Nem tudom, egy kicsit skótos, íres, nem tudom. <laughs> nem mindegy. Szóval igen, ez egy Montanában játszódó thriller sorozat lesz egy kvázi, hát ilyen magánnyomozó féleségről, de ez, ez, nem teljesen igaz, de, de mondjuk, mondjuk az, hogy valami ilyesmiről fog majd szólni. Egyébként nem Ryan Phillip lesz ennek a szériának a főszereplője, ha jól értettem a leírásokat. A hét egyik legérdekesebb casting hír, és szerintem a függetlenül még mindig nem ez, hanem, hanem az, hogy az egyik kapu másik ebb című Disney Plus-os sorozat megtalálta a két női főszereplőjét. Az egyikük számomra iszonyatosan nagy öröm, Lindsay Fonceska. A másikuk pedig a feltörekvő félben lévő Kara Patterson. lesz, és ugye, ha valakinek mond az a bármit is az, hogy egyik másik másikjába, akkor mindenkinek az a klasszikus Tom Hanks film fog beugrani, ugye? 1989-ben, hogyha jól emlékszem, nagyjából igen. Szóval 1989, jó 80-as évek végében, maradjunk inkább ennyiben, az a biztos. Ugye ennek a, ennek a sorozatnak lesz azt hiszem Gregory Peck a főszereplője, aki egy, hát egy ilyen, hú, hogy hívják ezeket? Egy marsalt fog majd játszani. Foncseszka majd az ő testvérét, Laurát fogja életre kelteni, akinek, akiben nekem az a legdurvábban sokkoló, hogy neki már van egy 7 éves gyereke. Én nem tudom elképzelni Lindsay Foncseszkát úgy, mint akinek van egy 7 éves gyereke, miközben a színésznő most már lassan szerintem betöltögeti azt a 30-at, hogy legalábbis egyre, egyre, közelebb kerül ez a bizonyos hármas számhoz, szóval igen, is lehet már egy 7 éves gyereke, csak, csak nekem ez olyan, nem tudom, olyan felfoghatatlan, nekem, nekem mindig a kislány marad a kanapéról, miközben, miközben elmeséltetett Mozbi az életét, és tönkretette az enyémet. Nagyon jó, most inkább nem menjünk bele tényleg. Aztán egy ausztrál színésznő, nő, Rebecca Breed lesz az új Kai, az új Clarice, a bárányok hallgatnak legújabb változata, mert az originals illetve a hazugcsajok társaságában is felbukkanó színésznő kelteti majd életre clarice a CBS új próbálkozásában, mely Alex Kurtzman-tól és Jenny Lumet, -től tőle fog majd érkezni. 1993-ban játszódik, és ez tulajdonképpen a soha, eddig még soha el nem mesélt, magánéletébe fog majd bele mélyedni Clarice Starlingnek, akit ugye az 1991-es filmben Jodie Foster keltett életre. Azért egy nagyon érdekes karakterről van szó, úgyhogy én baromi kíváncsi vagyok belőle, vagy rá, hogy mi fog majd kikerekedni ebből az egészből. Aztán az American Horror Story 10. évadához csatlakozott Michael Kane! Sarpozon és even Peters is. Úgyhogy a gárda továbbra is gárdul. <laughs> vagy bővül, vagy nem tudom, mit lehet erre mondani. Y az utolsó férfi. Úgy tűnik, hogy már is megtalálta új főhősét, Ben Snecnek, Schnecernek köszönhetően, aki a héten aláért a produkcióhoz. Reméljük, hogy több fennakadása már nem lesz, mert most már azért három éve van legalább az Y adaptációja ZFX-nél fejlesztés alatt, illetve hát egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy James Keown produkciója nem tud kikerekedni ebből a hát nem túl biztató előjeleket magával vonzó vagy mutogató purgatóriumi állapotból, ami ugye eredetileg, ha jól emlékszem, akkor talán a New Line szeretett volna elkészíteni, viszont ez annak idején azonnal abban maradt, majd pedig 2017 novemberében jött be az fx a képbe, mint, mint hogy szeretnének megcsinálni ezt a projektet, aztán voltak kreatív nézeteltérések, voltak ilyen-olyan dolgok, amik nehezítették a produkciót, aztán a során 2019 áprilisában kiszálltak a produkcióból, február elején pedig a főszereplő is ott a produkciót, és akkor hát ez egy ilyen őrtögi kör volt, és hát most úgy néz ki, hogy talán eljutottunk arra pontra, amire azt lehet mondani, hogy jó, gyerekek, akkor most mindenki lenyugszik, és akkor innentől kezdve mi szépen fel tudjuk építeni ezt az Y-t, és bízunk abban, hogy mindenkinek most már tényleg tetszeni fog ez a produkció, és ki tudja, talán már idén, bár én azért most, most már azért kételkedek abban, hogy idén, szerintem ebből is 2021-ben lehet majd valami, de, de mindenféleképpen kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy mi fog kikerekedni ebből a produkcióból, mert um, szerintem tele van olyan lehetőségekkel, olyan dolgokkal, amikre az ember azt meri mondani, hogy... Um, van bennük potenciál, vagy, vagy én nem tudom, Éh, meglátjuk, mert, mert ez tipikusan az a produkció, ami, ami már annyi szarsággal ment keresztül, hogyha innen a közön nem fog tudni az elvárásoknak megfelelően teljesíteni, akkor, akkor valószínűleg az emberek sem fognak felé akkora bizalommal tekinteni. Vagy vagy én nem tudom, hogy igazából mi lesz majd az általános vélekedés ezzel kapcsolatban, nem tudom azt sem igazából kimondani, hogy, hogy mi lesz majd az az irány, amiben az emberek szeretnének elvinni ezt a produkciót, nem tudom azt, mennyire lesz képregényhű, én amit mindenféleképpen nagyon félek, mert a képregény az baromira jó, baromira erős, baromira alapmű, itt van ugye a Kingpin kiadó adja ki, és hát szerintem, szerintem az Y azért egy elég etalonnak számító képregény, és kíváncsi vagyok arra, hogy milyen adaptációt fognak majd tudni ezek után, mindezek után kihozni ebből az egészből, mert hát azért nem kevés melóval járt az, hogy eljussunk arra pontra, hogy ez majd egyszer tényleg műsorra kerüljön, és én még mindig nem vagyok teljesen hogy Vala is műsorra kerül, de nem legyen igazam. story. Pop, pasik, stb. Szóval, amikor az ember azt hallja, hogy van egy film, ami kedves a számára, bizonyos értelemben véve. Ha azt hallja, hogy van egy regény, ami kedves a számára, bizonyos értelemben, és mindkettő formájában tudja szeretni és értékelni ezt a produkciót, akár megvolt neki mindkettő verziója, akár nem, vagy ha igen, akkor meg pláne, de nagyon érdekes az, amikor van egy ötlet, és azt nemileg megcserélik. És most nem, Pasi ennek a történetnek a főszereplőjén elmesélik ezt a történetet női szempontból. Érdekes, hogy mennyire, mennyi, mennyiben tud másabb lenni, és mennyiben tud mégis ugyanolyan lenni. Vannak aspektusai a High Fidelity-nek, amit, amit én jobban szeretek ebben a verziójában, mint mondjuk a John Kűszekes filmben, de összességében véve nagyon sok minden volt, ami szerintem sokkal jobban működött a filmben, mint ebben a sorozatban. Ugyanakkor Zoe Kravitz első ránézése nekem nagyon furcsa volt ebben a szerepben, de valami mégis sikerült neki kiaknázni a benne rejlő lehetőséget, neki mégis sikerült élni azokkal a dolgokkal, amik, amik kellettek ahhoz, hogy, hogy meg tudjam kedvenező karakterét és igazából eljussak arra a pontra, hogy ne az legyen, hogy el megnézek egy rész, aj, basszus, már megint van ez a sorozat, már megint ez van. Hanem hogy körülbelül a második harmadik résztől kezdve, én azt mondom, hogy jó, kövi, kövi, kövi. És, és valahogy így szépen lassan lépdesek, most ugye féltávnál járok, és hát szerintem. Szerintem akár annak közelítem meg ezt, a, ezt a, az egészet. Én, én, mindig arra tudok um, kiukadni, hogy irgalmatlan erős. Tehát zeneileg felhozatala az, az minden téren szerintem az egyik legerősebb, ami, amivel az utóbbi években találkozhattunk. Még, megkockáztatom azt is, hogy talán talán erősebb, mint a Alaszka nyomábannak a zenei világa, ami szerintem az egyébként az egyik legerősebb. És nem csak azért, mert mondjuk ebben van Saturn's Rats, You Make Me Sick, vagy is Brown-tól, a Somebody Help Me, esetleg a Flatwood Mac-től, a Dreams. Imádtam egyébként azt a jelenetet, amikor a Flatwood Mac Uh, Rumors albumáról beszélgettek, hogy igazából ő is nem szereti ezt az albumot, mert tele van gigászian jó slágerekkel, de nem ez a Flatwood Mac-nek a legjobb albuma, és nem ő az első karakter egyébként, akitől én ezt hallottam. Hm. Érdekes. A The makers az I Just Might Crack, Frank Zappato, a Bobby, Bobby, Brown Goes Down, vagy The Radio Stars, The Real Me, Luca Cortez, Noite Preta, aztán ott volt a Lescope La Forêt, című szerzeménye, Nick Drake-től, a Pink Moon, Anne people, Peebles az I Can Stand the Rain, és ezek tényleg nagyon-nagyon alapdalai az első epizódnak, ami, amit még rá tudtak tenni jó néhány lapáttal, mert olyan dolog csendültek fel a második részben, mint David Bowie, Modern Love, az Outcast Prototype, Prince től volt egy Slow Blue című szerzemény is, Thomas doherty től az I Will Make Love to You című örök klasszikus, vagy Sinead uh, O'Connortól a Nothing Compares to You, a harmadik részben felcsendült például Blonditól a Heart of Glass, Thomas Doherty-től a Tiebreaker, aztán volt még Clary windham a Bad Behavior, Jesus Wayne-től a The Chicago Party Time, Impala Syndrome, I Want to Hug the Sky című szerzemény és felcsendült Marvin gaye a Right On című örökérvényű klasszikus Bolondi-től a Once I Had Love című diszkó verziós szerzemény, vagy nem is tudom, miért nevezzük ezt a dolgot. Aztán ezt követően pedig felcsendültek még olyan szerzemények is, mint Bad Davis, They Say I'm Different, című szerzeménye, vagy uh, The Golden Filter re Restraint című dal a Beastie Boys I Don't Know, David bowie az Ain't Easy 2012-es uh, újra dolgozata vagy újra gondolt változata, illetve Arata Franklin-től a Daydreaming Lynn Williams-től It Takes to Grateful Dead Black Peter című dala, aztán ott volt még nekünk a Sony Rollins Moving Out és David, Mo David, Bowie The Man Who Sold The World című szerzeménye, és mindezek még csak az első öt epizódban voltak, és ezzel én tényleg csak a felszínt kapargatom, azt illetőleg, hogy mennyire gigászja jó dalok vannak ebben a sorozatban. Miről is szól a pop, pasik, stb.? Hm, lehet, hogy ezt a stb. le kéne cserélni egy p-betűs szóra. <laughs> Na mindegy. Szóval ez egy iszonyatosan érdekes uh, kérdés, mert uh, ugye Rob nagyjából egy évvel ezelőtt szakított élt a szerelmével, és még mindig nincsen túl rajta. Tulajdonképpen szeretne, illetve a testvére próbálja őt folyamatosan cseszegetni, hogy itt az ideje, hogy tovább lépjen, itt az ideje, hogy kilépjen abból a körből, amiben ő eddig volt, és újra elkezdjen randizni, meg ismerkedni, meg mit tudom én, és hát ugye elmegy randikra, de aztán valamiért mégsem igazából találja meg a helyét, és valamiért folyamatosan az, az jár a fejében, ami szerintem a legtöbb ember fejében jár egy szakítást követően, hogy mit csesztem el. Miért nem vagyok szerethető? És az a különlegesége ennek a sorozatnak, illetve a filmnek, tehát magának a történetnek, meg a regénynek is persze, szóval a történetnek magának, hogy, hogy felteszi ezeket a kérdéseket tulajdonképpen élete legnagyobb szakításainak, vagy legfontosabb embereinek az életében. És ez egy nagyon-nagyon érdekes gondolat, mert ugye itt ugye mi abból indultunk ki, hogy volt öt komoly szakítása ennek a karakternek, és ez az öt komoly szakítás, ez tulajdonképpen azt eredményezte, vagy arra volt elég, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt a dolgot, hogy eljussunk arra a pontra, amikor ezeket a figurákat meg kell kérdeznie. Tehát ott van először is az első srác, akivel egy-két napig randizott, még nem is tudom, hogy kimiben, vagy lehet, hogy általános iskolában. Utána, utána jött egy másik srác, akivel Um, randizgatott, utána jött egy csaj, akivel randizgatott, mert hát azért nyilván a szexuális beállítottságát mindenkinek le kell tesztelni, és miért ne lehetne biszex, szóval, amúgy is most nagyon menő. Aztán utána jött egy másik srác, és utána jött élet a szerelmem, tulajdonképpen. És nagyon érdekes, hogy ahogy végigmegy ezeken a karaktereken, hogy vajon kinél mit szúrt el, vajon kinek miért nem volt megfelelő, vajon miért szakítottak vele, és folyamatosan azok a dolgok, hogy így fölfedezi azt, hogy Tulajdonképpen milyen okok vezérelték azokat az embereket, ő folyamatosan próbálja meg, hát nem is az, hogy túllendülni a dolgokon, de fejleszteni magát, bizonyos értelemben véve. És, és ez az a fajta dolog, amit, én nagyon-nagyon sokra tudok tartani, értékelni ebben a sorozatban, mert valamilyen értelemben véve szerintem a popcsai, stb., illetve az, az a dolog, ami a karakter keresztül megy, az, hogy ezt egy zenén keresztül is igyekszik kifejezni, az, hogy a zenét milyen metaforaként használ, milyen nagy szerepet tulajdoni dolgoknak, szerintem megint csak azt erősíti meg gondolati szintjén, hogy, hogy a karakter próbál folyamatosan fejlődni, próbál folyamatosan jobbá válni, miközben, miközben azért egy nagyon, na nagyon, nagyon, érdekes minden, ami, amin keresztül kell menni ennek a, ennek a szegény jányzónak, miközben eljut erre, erre az egészre, viszont nagyon érdekes gondolatokat is um, van lehetőségük elhinteni így, a, így az embernek. Például, hú, hol is kezdjük? Tehát volt egy ilyen nagyon-nagyon általános gondolat, ami nekem nagyon tetszett, egyébként nem kimondatlanul kapcsolódik magához a történethez, de szerintem nagyon könnyű megérteni és azonosulni vele. Ez volt az, amikor Robas mondta, hogy New York tele van olyan emberekkel, akiktől nem fogod magadat elégnek érezni. Mert mindig van, aki, aki gazdagabb, aki sikeresebb, aki szebb, mint te. És ez egy rohadt nagy igazság, mert minél nagyobb városban élsz, sőt, igazából minél kisebb városban élsz, mindig lesz valaki, aki jobb, sikeresebb, szebb, mint te. Tehát innentől kezdve neked igazából azt, azt a partnert kell megtalálnod, aki mellett elégnek érzed magad, és aki mellette is elég tudsz lenni. Hogy, hogyha ennek így van értelme ebben a, megközelítésben. De, de az a gondolatiság, amit én nagyon szeretem ebben a sorozatban, vagy nagyon szeretek ebben a, az egész popcsajok, stb. meg Nick amúgy is barom rajuk a regényei, tessék olvasni Nick Hornby-t. Szóval az mindenféleképpen az, hogy talán a második epizód volt az, ami arról szólt, hogy szerintem jobban is sikerült, mint mondjuk az első rész. Az első rész nekem egy kicsit ilyen, hát, tipikus pályát volt, ami, ami jó, jó, de azért nagyon messze voltunk mi még a jótól kategóriás. Szóval ez a második epizódban kezdi el összeállítani ezt a bizonyos lejátszási listát, és ezzel kapcsolatban mond olyan dolgokat, amikkel maximálisan egyet tudok érteni. Ilyen például az, hogy összeállítani egy lejátszási listát, az egy kifinomult művészet. Mert mindegyik olyan, mint hogy egy szerelmes levelet írnál, csak egy sokkal jobb formában. Kifejezheted azokat a dolgokat, amiket mondani akarnál, anélkül, hogy bármit is mondanál. És mindezt teheted úgy, hogy valaki másnak a művészetét használod fel, hogy kifejezd a saját érzéseidet. Persze ez, ez a könnyebbik része a dolgoknak, mert van egy olyan része, amiről ritkábban beszélünk, ez pedig az, hogy mindegyik lejátszási listának vannak szabályai. És ezek a szabályok, ezek, olyan dolgok, amiket nagyon komolyan be kell tartani. Példának okáért az az, hogy szórakoztatónak kell lennie a lejátszási listának. Egy történetet kell elmesélnie nem lehetsz túl egyértelmű, de nem is lehetsz túl sejtelmes. Nem duplázhatsz meg dalokat, ugyanattal az előadó, tehát nem duplázhatsz meg előadókat, illetve kivéve, kivételt, hogy ezzel csak azt tud képezni, hogyha mondjuk ez az egésznek a tematikája. Aztán egy, egy ilyen lejátszási listának ennek egy hűtársnak, egy hűcsatlósnak is lennie kell, és éppen ezért baromira nehéz összeszerkeszteni ezt. A legnehezebb feladat ebben az első dalnak a kiválasztása, ugyanis ismerősnek kell lennie, de közben váratlannak. Ugyanakkor nagyon fontos az, hogy jobban érezd tőle magad. A második dal az ugyanezt a gondolatiságot igyekszik továbbvinni, hiszen meglepőnek kell lennie, hiszen az, amit igazából te mondani szeretnél, az ezzel a dallal, hogy fülej még. Mert lehet, hogy több lapul meg, mint, mint amennyire számítasz tulajdonképpen. És akkor ugye többi szabályt most hagyjuk, és eljutunk az utolsó szerzeményig, ami azért egy iszonyatosan nehéz kérdés, mert ez lesz az, az a dal, amire emlékezni fognak. És ez lesz az, az a dal, ami tulajdonképpen az egész üzenetet meg kell, hogy fogalmazza. És, és ez a fajta gondolatiság az, amit én nagyon-nagyon szeretek. Amikor, amikor én nagyon-nagyon régen, és most nem kimondottam még a kazettás időszakban, áh... jó, a kazettás időszakban szerintem még annyira sorrend összerakása nem volt egy nagyon-nagyon fontosnak érzett feladatom, de, de utána később, amikor, amikor már ugye bejött az MP3 korszak, akkor azért az ember szeretett összerakni CD-ket, meg slágerlistákat, és emlékeztem, meg, meg, barátoknak volt, hogy én, hogy én, én például ilyen, hát ilyen tracklisteket raktam össze, és, egy ilyennek az összeállítása az, az tényleg boromira sok melóval jár, mert mindent át kell gondolni. Olyan dalnak kell lennie, amit az adott illető szeretni fog, olyan daloknak kell lennie benne, amik meglepőek, olyan daloknak kell benne lennie, amiben felfedezhet újakat, szóval egy kicsit régi, egy kicsit új, egy kicsit másabb, mint amit ő szokott, egy kicsit olyan, amit ő szeret. Szóval nagyon-nagyon-nagyon nagyon nehéz összeállítani egy, egy ilyen tra tracklistet, ugyanakkor nincs hálásabb feladat annál, mint amikor ez sikerül. És hogyha az ember ezt, ezt tényleg halál komolyan akarja csinálni, akkor ezekben nem csak órákat fog elvesztegetni, hanem jobb esetben ez szerintem hetekig, akár hónapokig is el tud tartani és sok szempontból szerintem sokkal személyesebb is tud lenni egy ilyen tracklistnek az összeállítása, mint, mint bármilyen ajándék. Mert ezáltal te kifejezel valamit, és ezáltal más meg fog tudni téged érteni már hogyha ennek így van értelme. Szóval a, a poppasik pop stb. szerintem a legfontosabb üzenet az mindenféleképpen az, hogy hogyan jussunk túl a szakításon, de, de, ugyanakkor arra is megtanít, hogy értékelni tudjuk a zenét. Tehát például, amikor a pályatban leszavarja ezt az egész Flatwood mekes, melyik a legjobb album és társaik beszélgetést, az, azt szerintem egy mennyire ilyen jó dolog. Aztán látni, tulajdonképpen a karaktert azt, hogy mennyire nyílt tud -e lenni, mennyire elcseszett, és mennyire. Tulajdonképpen én azt szeretem ebben a karakterben, hogy azt érzed rajta, hogy az élete nem tart sem erre. Sőt, igazából élete egyik mélypontján van. És nem tud eldönteni, hogy a szakítása miatt, vagy valami másért. Mert ha megnézed a lemezboltot, aminek ő a tulajdonosa, nincs forgalma és mégis van két alkalmazotta. Tehát az én elsődleges kérdésem az az, hogy miből tartja fenn magát. Tehát ez, ez mindig egy ilyen üper brutálisan erős kérdés szerintem. Szóval nagyon érdekesek ezek a, ezek a gondolatok, amiket így, így felvet, és, és valahogy közben mégis a továbblépésről szól ez a sorozat, és mégis azokra a dolgokat erősíti, illetve azokra a dolgokra összpontosít, amik, amik, szerintem, amik felett szerintem a legtöbben a hajlamosak vagyunk elsiklani. Mert nem érezzük őket annyira fontosnak, mint amennyire egyébként szerintem teljes mértékben azok. De, de ez megint egy olyan dolog dologtól, hogy emberre válogatja, mindenki mást szeret, mindenki más dolgokra kíváncsi, és mindenki számára más előnyös tulajdonságok vannak. Rob figurája szerintem mindenféleképpen egy kicsit önző tud lenni helyenként, gondoljunk is például arra jelentre, amikor a, az egyik ex-e, aki egyébként nála dolgozik. tulajdonképpen ő vár a kávézóba, és hogy végre leszorítsa a kávézós pasit, a, aki 8,5 dollárért árulja a kávét. A csaj, a csaj pedig megállás nélkül beszél arról, hogy mi van, mi gondol, meg, mi játszik le benne, mit tudom én, ami tök jó, csak, csak a srác épp felkészülne arra, hogy végre beszéljen ezzel a csávóval, és, és hát ugye ebből a szempontból még egy elég kínos, kínos a szituációnak lehetünk a tanulni tulajdonképpen. Úgyhogy szerintem ez egy iszonyatosan erőteljes gondolat volt, iszonyatosan jó volt az a, az aprócska nüansznyi dolog, amit ki tudtak aknázni ebből az egész szituációból, és ez a karakter, ez, ez nagyon, nagyon érdekes. Tehát nagyon érdekesek azok az apró váltások. Kicsit úgy érzem egyébként ennek a sorozatnak is az epizódjait, mintha egy tracklistet látnánk összeállni a szemünk előtt, ami elindul valahonnan, ami meglepő. Mert azért legyünk őszinték, eddig pasív volt ez a karakter, most csaj. De oké, okay, ugyanazon megy keresztül, oké, okay, de most nem másfél óra alatt, hanem mit tudom én, öt óra alatt. De, de közben meg van, vannak olyan dolgok benne a figurában, amik, amik miatt nagyon szerethetővé tud válni. Vannak benne olyan dolgok, amik, amik tudják tenni ezt a sorozatot, és ez halál pontosan az, amit én nagyon-nagyon imádok, ez a negyedik fal ledöntése, amikor a kamerában néz és a kamerába beszél. És tök jó, mert, mert ez egy olyan dolog, amivel szerintem mi baromira ritkán találkozunk, és még ritkábban látjuk jól megvalósítani. Úgyhogy én a magam részéről mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy a, hogy a poppasik, stb., azaz a high fidelity, egy szórakoztató, nem vidám, de valahol mégis keserédesen andalító sorozat. Talán, talán lehet ezt így megfogalmazni rá. Nem biztos, hogy a legkiemelkedőbb, de, de az biztos, hogy ha az ember odafigyel rá, és az ember nyitottan el hozzá, akkor, akkor ez biztos, hogy beszélni fog hozzá. Már csak azért is, mert az, az garantálom, hogy mindenkit meg fog szólítani, hiszen mindannyian keresztül mentünk fájdalmaszakításokon, mindannyian keresztül mentünk olyan dolgokon, amik, amik amiket nem biztos, hogy szerettünk volna annyira keresztül menni, és mindannyiunk életében voltak olyan pillanatok, amik, amik meghatározóak tudtak lenni. Ilyen, vagy akár olyan értelemben, tök mindegy. A lényeg, hogy ezeknek a pillanatoknak a megértése az, ami, ami nagyon fontos. Ez egy utazás, ez egy önfelfedezés. Ez egy olyan dolog, amivel egyébként szerintem az emberek, főleg manapság, nagyon sokat foglalkoznak. Főleg, hát ez az a durva, hogy én ezt most már egyre inkább a 20-as évek közepétől fogva látom egyre több emberen, és nem kimondottan, hogy a 30-as, 40-es években teszik meg ezeket a köröket, mint mit tudom én, a korábbi generációk esetében volt. Az, hogy ez pozitív vagy negatív, azt szerintem mindenki döntse el maga. Minden esetre az, hogy látjuk ezt az öt legfájobb szakítását feldolgozni, szerintem mindenféleképpen egy iszonyatosan jó dolog, sok szempontból, mert így valahol fel tudja dolgozni a karakter azt, hogy, 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 hogy lehet ezt megfogalmazni, Tehát fel tudja dolgozni azokat a dolgokat, amiket eddig, a szőnyeg alá söpört. Tovább tud lépni, jobban meg tudja érteni saját magát, jobb, más, másképp tud viszonyulni a dolgokhoz, és másképp tud viszonyulni mindahhoz, amit ő egyébként jelképez. Vagy, vagy, amit ő egyébként, hát talán, talán mondjuk azt, hogy szeret vagy távol áll tőle, nem, nem tudom. Szóval, szóval, nagyon érdekes, mert, mert azok a dolgok, amiket ugye a karakter meg tud tanulni egy ilyen utazás során, azok őt előrébb is vihetik, meg hátrébb is vihetik. És baromira vékony a határ, szerintem legalábbis. A között, hogy melyek azok a dolgok, amik előre viszik az embert, és melyek azok a dolgok, amik, amik, inkább háttérbe fogják őt szorítani. De, de, a High Fidelity mindenféleképpen egy olyan produkció, ami szerintem kimagaslóan jó tud lenni. Tehát mindenféleképpen egy olyan széria, amit az ember bizonyos értelemben véve, nem, nem fogom azt mondani, nem fog hazudni, tehát azért nem mondom azt, hogy örömmel fog nézni, de mindenféleképpen egy olyan produkció, ami elé, ahogyha leül az ember, akkor nem biztos, hogy csalódni fog, meg nem biztos, hogy úgy fog felkelni, melőle, hogy, hogy, azt érzi, hogy valami, valami, nagyon nem kóser. Szerintem ez egy iszonyatosan fontos üzenet tud lenni ebben, a, ebben, az egészben, meg tulajdonképpen a popposik, stb. alapötlete, alapmozzanatai, az, azok mind olyan dolgokat tudnak felvetni, vagy elinktárni, amik, amiket amik mi magunk is el tudunk gondolkozni, amik, amik talán a saját életünkre is hatása tudnak lenni. Ha másért nem, akkor viszont én mindenféleképpen ajánlom a zenei világa miatt. Spotify-on tessék hallgatni a High Fidelity-nek, akár az eredeti filmnek a soundtrackjét, akár ezt a sorozatot, mert olyan dologkal van tele, amik, amiktől az ember tényleg teljes mértékben lemegy hídba. Egyszerűen mennyei zeneileg ez egy kuriózum. Én meghozkáztatom azt, hogy 2020-ban milyen jobb zenei dolgot nem fogunk kapni, én, én, így érzem most ezen a ponton. Aztán azt, hogy ez mennyire jó sorozat, azt meg majd szerintem a jövő heti BMW-ben fogom elmondani, mert én most nagyon azt érzem, hogy én ezt most egész hétvégén nézem. Jó hát fél vagyok, szóval ez így ilyen két órát jelentett, valószínűleg ezt még így ma este a előtt szépen le is zavarom. És akkor ez már ezzel sem lesz nekem gondom. Yay! Igazából, igazából nem tudom, hogy szeretnék a -e második volt, ez egy nagyon jó kérdés. Hú, um, az alapján, amit láttam, nem tudom, hogy lenne értelme. Oh nehéz, nehéz, nehéz kérdés. Szerintem, nem tudom, mert a karakter van annyira érdekes, de az a durva, hogy a High Fidelity-nek a szakításról kell szólnia. Tehát nem biztos, hogy egy boldog párkapcsolatban élő dolgot ki lehetne hozni olyan szinten, mint, mint ez. Nem tudom, nem tudom. Érdekes lenne. Zoe kravitz szeretem ebben a szerepben. Nagyon jó az egész produkció, tehát nagyon jól van összerakva, iszonyatosan jó zenéje, jó, jó szerepgárda, Szerintem a történet is többé-kevésbé nagyon jó. Szeretem a formátumot, hogy belenéz a kamerába és oda mondja a gondolatait. Szerintem egy tökre jól összerakott produkció. Aztán, hogy a végeredményben úgy ámplád az egész képből, hogy mi, mi, mit fogok leszűrni, arról majd szerintem, hát én most azt mondom, hogy kedden. Kedden? Talán, talán kedv vagy szerda lesz a következő alkalom, amikor itt összejövünk. Lesz szó egyébként a Picardról. Ma nem jutottam el odáig, hogy beszéljek a Brooklyn Nine-Nine-ról, illetve a best This <laughs> Nem tudják, hogy gyorsan egy gondolat. Szóval nagyon-nagyon érdekes szerintem az, hogy Deck Shepard um, tulajdonképpen ki, mindkét jelenleg futósorozat, illetve az egyik, az most már ugye véget ért a lencs, de, de a Best This Mass szerintem fog kapni a harmadik évadot is, és mind a kettőben egy farmer játszik és nagyon más a két sorozatnak a humora, mert a, a Bless This Mass az a, az a könnyed, tipikus abc is humor, ugye New Yorki újságíró, aki megörökölte valakinek a farmját, és akkor oda költözik a azt feleségével, és hát az egésznek ugye az a lényeg, hogy akkor ők ott a farmon elkezdenek majd gazdálkodni, meg mit tudom én, és az egész szituáció, teh tehát a nő, tehát a légbált átvigyázott karakter, ő például egy pszichológus nő, tehát, tehát ő, ő meg aztán még távolabb áll ettől az egész gazdálkodástól, mint, mint egyébként Dexsepornak a figurája, Szóval, ebből fakadnak azok a nagyon-nagyon mulatságos dolgok, plusz a ház sem egy legjobb állapotban lévő dolog, plusz ott van Rudi, aki, aki a, a fészerben lakik, a de, most inkább bele sem menjünk. Nagyon-nagyon sok bohókás, kisvárosi millió van, nagyon sok bohókás karakterrel, iszonyatosan jól megért figurákkal, a létező legjobb komédiásokkal, akiket el tudsz képzelni, úgyhogy összességében szerintem a, a Blesdismen egy iszonyatosan erős produkció, míg mondjuk a Ráncsnak a humora az alapjáraton Tényleg ez a búval baszott kategória volt. De, de tényleg minden téren búval volt. Ebben rejlett az elő, elő, előnye, elénye, erénye, és ezért is szerettem annyira azt a szériát, de, 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 azért a Bless This mess egy sokkal könnyedebb humor testesít meg, szerintem ez jobban, én jobban szeretem ebben a típusú szerepben Deck függetlenül attól egyébként, hogy a másikban is baromra jó tudott, tudott működni, de, de azért nem annyira jó, amikor ott, őt egy pöcsnek látod, amikor Kristen Bell férje, és hát igazából baromra kedveled, meg baromra jó komédiásnak is tartod a maga módján, és, és akkor ott van egy iszonyatosan nagy pöcs szerepében, az, az úgy annyira nem jó, legalábbis én nem szeretem az ilyet, még, még itt egy tök szerethető, tökre olyan Dak figura, akit tökre el tudok képzelni, hiszen ő az armchair expertet is körülbelül egy ilyen farmeres milliőből vezetketi, vagy én nem tudom. Úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen egy iszonyatosan jó komédia a Blast Dismas, hogyha valaki szeretne jókat nevetni, akkor mindenféleképpen ajánlom, hogy próbálja be, főleg, hogy szeretitek a nagyvárosból kisvárosba, meg a nagyvárosból vidékre költözős komédiákat, akkor, akkor ez mindenféleképpen egy jó próbálkozásra lesz, és Brooklyn Nine-Nine, tessék megnézni, Vanessa Bayer lenyúlta ezt az epizódot, tönkretett, imádom, szeretem, akarom azt a Showtime sorozatát vele és Molly Shannonnal, tényleg nagyon szükségem van, a világnak is szüksége van, még több van a De csak megnézni ezt a Brooklyn nine, -Nine epizódot, mert tényleg ez volt a csúcsak csúcsa. Mi pedig találkozunk a legközelebb jövő héten, azaz pár nap múlva, itt a JNA Brand New Voice-ban. Jut eszembe, még mielőtt elmennétek, ne felejtsétek el meghallgatni a 9. kalandort sem. Már csak azért sem, mert állandó tettestársam ül velem a vendégposzton, és vele beszélgetünk képregényekről, fordításról, és mindenféle földi jóságról, úgyhogy ki ne hagyjátok, gyerekek! A többieknek pedig popkultúrában nagyon gazdagedet kívánok! Has left the building.